régen, tegnap vagy tegnap előtt? Mikor nyitott? Itt a hátam mögött a Silver nevű kafé, bár, étterem, és most jöttünk el megnézni, hogy mi a helyzet idebent. Kipróbáljuk, úgymond. Előzőleg ez a hely szintén étterem volt, de nem igazán működött úgy, ahogy kellett volna, nem volt igazán étterem jellege. Mondhatni elég... Mi? Hát nem volt jó, már sokan jártunk. Nem, amúgy nem volt jó az étterem egyáltalán. Szerintem, hogyha 10 makóiból 10-et megkérdeznénk, akkor 9,5 azt válaszolná, hogy nem volt elég jó a hely. Ez meg a másik. Egy hely, hogyha jól működik, akkor nem zár be. Égeti az arcomat a nap. Nézzük meg a benti részt! Én voltam itt előzőleg, de hát ez mérföldekkel jobb a dizájn itt belülről, mint az előző helynek volt. Ennek van egyfajta stílusa, úgymond. Ebből a helyben látszik az, hogy fektetek egy kis időt magába a belső térnek a megtervezésében. Majd nem sokára mindjárt, nincs is olyan szó, hogy nem sokára mindjárt, ugye? Nem sokára vagy mindjárt. Mindjárt kérek egy étlapot a lányoktól, és belekukkantunk az étlapba. Kajálni nem kajálunk ezúttal, de majd az egy legközelebbi adásban lesz benne. Itt van az étlap, majd mindjárt belelapozunk és megnézzük, hogy mit lehet itt enni, fogyasztani. Szakmai szempontból, design szemszögből is azt mondanám, hogy sokkal jobb, mint az átlag. Egy-két... Nem, egyébként szerintem országos szinten is éppen megállja a helyét. Mégis nyitottad a lapot. Nem a kajáról beszélek egyáltalán, nem az ételről beszéltem most, hanem a vizuális dolgokról, design szempontjából. A maga az étlapnak a borítója is egy ilyen kemény fedeles valami, nem az az egyszerű papírlap. Egy első benyomásra szerintem jónak tűnik, aztán, hogy milyen a kaja és kiszolgálás, szerviz akkor, amikor tudom, félig telt házban, vagy egy kicsit többen vagyunk, egy este például, az egy következő részbe fog megtörténni. Tehát az étlapon szereplő ételek az szokásos éttermi ételek. Az ételekről még nem tudok mit mondani, mert még azt nem próbáltam ki, de egy következő alkalommal ígérem, hogy az is belekerül a vlogba. Nagyon, de nagyon rövid ideig benéztünk egy picit a kézilabda meccsre. Ilyen barátságos kézilabda mérkőzés volt. Úton vagyunk a nyaraló felé, de előtte még el kell mennünk gabót felvenni. Összecsődítettük a bandát ma délutánra, mivel pünkösdi ünnepek vannak, ezért most... Hogy volna ez kacsa? Hát mi a kacsa? Ez gatyás galamb. Ez kérlek szépen egy gatyás galamb, vagy nem tudom minek hívják ezeket az ilyen galambokat. Aki járt már Romániába, annak van fogalma, hogy mik azok a román nemzeti ételek, amiket muszáj kipróbálni. Gondolom hallottatok már a Micsről. Ha máshonnan nem is, de tőlem biztosan volt egy-két vlog epizód már ezekről. És most micset fogunk készíteni, micset fogunk grillezni bent a Marosparton. Felkerült a grillre a Mics. Igazából Robira bíztam az egészet, úgyhogy nem tudom, lehet, hogy hibát követtem el. De most gyorsan megnézzük, hogy hogy áll. Bundlázott. Jajjaj. Hiba. Jó van. Látom, tanulsz. Mit? Ez előre becsomagolt hústalácsra. Sülögetnek a Micsek. Sülögetnek. De szerinted az miért más színű? Mert ez vörös macskából van, fekete macskából.